Szevasztok, Rikári vlog, leszállunk itt a villamosról, és egyébként most hévezni fogunk, egy kis kitérővel megyek munkába, mert hogy egy bizonyos apropóból éveket szeretnék nektek felvenni. És amiről az előbb leszálltunk, és a felkelő nap fényénél felvettem nektek. Valaha ugye az is egy hévszerű jármű volt, hiszen ezek a hanoveri villamosok, ezek félig meddig villamos, félig meddig ilyen hév jellegű dolgok voltak. De a mai videónak nem ez a témája, hanem a H7-es vonalra fogunk ellátogatni. Nem véletlenül szálltunk le ugye a Müpánál, és M9A héveket, ezeket a nagyon szép régi retro szerelvényeket fogjuk filmezni egy kicsit. Hát ma csak iPhone-nal, de majd valamelyik nap ki szeretnék jönni Nikonnal is. Az apropója pedig az, hogy olyan hírek terjengenek, hogy az M9A szerelvényeket évvégéig ki fogják vonni a forgalomból. Hogy ez mennyire igaz, ezt nem tudom, de hanem azért is, mert hogy ez a típus egyébként idén 60 éves, már ezért is érdemes lefilmezni őket. Aztán, hogy a kivonásról szóló hírek azok zuhanyhíradók-e vagy valósak, ez majd ki fog derülni. Minden esetre kicsit körbejárjuk ezeket a híveket és a történetüket. Leszálltunk itt a hévről, nézzétek meg. Ilyen igazi retro festésük van, ugye ilyen volt az eredeti színtervük.
Ugye egy időben ezek a szerelvények is a zöld alapszínnel és fehér csíkkal futottak, mint az M10-es és az M10A évek, de aztán később ilyen, hát tulajdonképpen retrózási célzattal, meg hát hogy a típust így az utazó közönség számára is megkülönböztessék, visszafestették ezeket a szerelvényeket az eredeti színükre. Ezt a típust egyébként az 1960-as évek elején fejlesztették ki, akkoriban a hévet nagy járműhiány jellemezte, egyre nőtt a hév vonalak utasforgalma, ugye az 50-es évek elején új vonal is épült, nevezetesen ez, amit ma H7-esnek hívunk, akkor úgy nevezték, hogy Csepeli gyorsvasút, ugye óriási utasforgalma volt, tulajdonképpen ennek volt annak idején a legnagyobb utasforgalma a hév vonalak között, bár ez ugye az egyik legrövidebb vonal. Azért nem mondom, hogy a legrövidebb, mert ugye a Gödöllőinek van a Csömöri kiágazása, ami ennél rövidebb, de az ugye nem önálló vonal, hanem csak egy elágazás. Úgyhogy ebbe a Ingoványos utcába nem is megyek bele, hanem inkább visszatérek a történetre, nevezetesen, hogy szükség volt nagy befogadó képességű járművekre. Ugye nagyon sokféle és nagyon és relatíve elavult járműparkkal rendelkezett a hév, és mivel a magyar ipar akkoriban nem rendelkezett kapacitással, hogy új hévszerelvényeket gyártson, ezért az akkori F-hév úgy döntött, hogy saját hatáskörben oldja meg ezt a kérdést, és saját fejlesztéssel a budafoki főműhelyben tervezték meg és építették meg az első szerelvényt, ami ugye a 801-es, 802-es motorkocsikból állt, és gyakorlatilag szinte ugyanúgy nézett ki, mint ez a szerelvény, mint amivel utaztunk. Hát kinézetre azért egy-két apró eltérés volt, de nem is ez a lényeg. Ez ugye egy nagy befogadó képességű és a maga korában korszerű szerelvény volt. Ugye, hát először két részes, de aztán egy mellékkocsival vagy pótkocsival kiegészítve három részes motorvonatot építettek. Egyébként érdekes, hogy budafoki főműhelyt mondok, és az F-hév vagy B-hév budafoki főműhelyét, ugyanis annak idején a Török Bálint és a Nagytétényi vonal, ami később 41-es és 43-as villamos lett, utóbbi ugye azóta meg is szűnt, azok hév vonalak voltak, és hát a mai budafoki kocsi szín az egy hév kocsi szín és főműhely volt. Hát itt épült az első szerelvény, ami egyébként ma a Szentendrei Tömegközlekedési Múzeumban látható, és mivel elektromos berendezésre nem volt, ahogy kocsira, ugye az elektromos berendezésre sem volt kapacitása akkoriban a magyar iparnak, ezért a hajtásláncot az NDK-ból, akkoriban úgynevezett Német Demokratikus Köztársaságból, vagyis Kelet-Németországból, DDR-ből szerezték be, és ezt építették be a kocsiba. Egyébként érdekesség, hogy ez az első prototípus szerelvény annak idején a budafoki, illetve a török-bálinti vonalon kezdte meg a próbafutásait 1962-ben, de 63. januárjában ez a vonal átkerült a fővárosi villamos vasúthoz, és a szerelvény pedig már az üzemszerű működését azt itt a Csepeli vonalon, a Csepeli gyorsvasúton, vagy mai nevén H7-es héven kezdte meg. Közben érkezik egy M10A szerelvény.
Aztán ez a típus ugye hamar sikeressé vált, hiszen a maga korában egy korszerű járműnek számított, és a nagy befogadó képessége okán is, amire ugye, mint az előbb említettem, az akkori HÉV hálózaton nagyon nagy szükség volt, és ezért úgy döntöttek rövid úton, hogy a típus sorozatgyártásába kezdenek, de hát erre házi körülmények között nem volt lehetőség, és ezért végül a Dunakeszi járműjavítóban találtak erre kapacitást, mármint a szerelvények megépítésére, és a hajtásláncot az továbbra is az NDK-ból, Németországból rendelték, és összesen 27 ilyen háromkocsis szerelvény épült 1963 és utána a következő években, úgyhogy egy egész komoly flottája lett a HÉV-nek ebből a típusból, és hát tulajdonképpen sokáig ez volt a HÉV állomány zászlós hajója. Hát aztán később persze ennek a sikerén felbuzdulva hasonló járművek beszerzését tervezték, és így született meg az M10-es, majd később az M10A motorvonat, de itt már a teljes szerelvény gyártása az NDK-ban történt, és ez tulajdonképpen egy másik történet is. Most a műszaki részleteket nem szeretném nagyon részletesen elmondani, hiszen nem is vagyok szakembere a gépészetnek, de azért néhány dolgot elmondok erről a szerelvényről. Ugye akkor korszerűnek mondott és városi forgalomra és elővárosi forgalomra alkalmas utastérrel építették meg, ugye kocsinként 4 feljáró ajtó valami ugye gyors utascserét lehetővé tette, és viszonylag, illetve hát elég nagy befogadó képességgel az állóhelyekkel együtt több mint 800 személyes ez a szerelvény, és hát egyébként egyedi hajtású marokcsapágyas motorokkal szerelték föl. 4 darab van egy motorkocsiban, tehát egy kis egységben, egy háromkocsis szerelvényben összesen 8, és ezekből 2-2 sorba van kapcsolva. Egyébként ugye 1000 voltos egyenáramú rendszer van ugye itt a HÉV-nél, de hát így a untató motorok maximális kapos feszültsége csak 500 volt. És közben érkezik a HÉV-em, ami nem 9A, hanem 10A, ezzel most tovább fogunk utazni. A következő megálló Nika Nemzeti a 10A-ról. Folytassuk a 9A-k történetét. Ugye egy pár dolgot még azért elmondok. Műszakilag egyébként még 2 dolgot szeretnék mondani. Az egyik az az, hogy ugye ezek a szerelvények távvezérelhetők, és ugye ma is úgy közlekednek, a filmen is úgy láttátok, hogy 2 háromkocsis szerelvény, vagyis 2 kis egység nagy egységé van összekapcsolva. Ugye automata ütköző vonókészülékkel épültek, így gyorsan kapcsolhatók össze és szét a szerelvények.
de egyébként a háromkocsis egységek azok csak műhelyben bonthatók. Egyébként ez az automata ütköző és vonó készülék, ez akkoriban szintén nagyon korszerűnek számított, és fontos volt még egyébként a fejlesztésnél, hogy kicsit csökkentsék a padló magasságot, és emiatt a forgóvázak kialakítása egy speciális új tervezésű forgóváz volt, egy ilyen H alakú forgóváz keret, és próbálták minél kisebb méretben megépíteni, kisebb kerékátmérővel, hogy a belépési magasság az alacsonyabb legyen. Hát ma már ugye alap az alacsony padlós jármű, és a legtöbb helyen az van, hát ez ugye még nem az, de a maga korában ugye korszerűnek számított, hiszen alacsonyabb volt a padló magasság. Később egyébként ezeket az M9-es szerelvényeket hát a főműhelyi javítások során egy kicsit módosították, például a forgóvázukat kicserélték olyan forgóvázakra, amik a 10-es és a 10-es A szerelvények alatt vannak, és ekkor kapták meg egyébként a zöld alapszint és az arra festett fehér csíkot, tehát ezt a ma is ismert és az eredeti állapotában ismert ilyen retro, ma már ilyen retro jellegűnek mondható színezést, ezt akkor veszítette el, és hát hogy az utóbbi néhány évben kapták vissza ezt a festést, ezt a színtervet. Amúgy pedig, hogyha szeretnétek még ilyen héves videókat, akár a többi szerelvény típusról, ugye a 10-esről és a 10A-ról, vagy akár a hévekről, akkor ezt írjátok meg kommentbe, illetve ha szeretnétek héves bakter vlogokat, mert hogy én ugye annak idején dolgoztam a hévnél még a 90-es években, akkor azt is írjátok meg, és nagyon kérem, hogyha van olyan héves kollega, akinek van információja arról, hogy ez valóban megtörténik ez a kivonás, vagy csak pletyka, akkor azt is kérem, hogy írjátok meg akár a komment szekcióban, akár privátban, már amennyiben ez az információ publikus. Egyébként jelen pillanatban 7 szerelvény létezik a M9-ákból, és ebből állítólag egyet, a 825-öst kivonták a forgalomból, és plusz egy nyolcadik pedig a múzeumban, ugye a legelső, a 801-es szerelvény, hát most ebből a 7-ből a 7 plusz 1-ből most állítólag 6 közlekedik, ami ugye 3 nagy egységet jelent, ma csak 2-t sikerült ebből elcsípni. Azt az előbb nem mondtam, hogy ugye az M9-esből az M9A típus jelet akkor kapta a típus, amikor ugye ez az átépítés, ez a forgóváz cserével és egyéb módosításokkal járó átépítés történt. Úgyhogy most már eredeti M9-es, nem is tudom, hogy létezik-e, hogy a prototípus jármű, ami ugye a múzeumban van, az eredeti M9-es, hát szerintem nem lett visszaépítve.
Minden esetre, ha szeretnétek ezzel a régi 60 éves típussal utazni, akkor megtehetitek itt a Boráros tér és Csepel között a H7-es hév vonalon. Hétvégén is általában szoktak közlekedni, ahogy ráesik a Forda, de ha biztosra akartok menni, akkor hétköznap csúcsidőben keresitek föl, mondjuk ha éppen tanulók vagytok, akkor suli után délután, vagy suli előtt reggel, egy kis kitérővel, ahogy én ezt munka előtt megtettem, ugyanis ilyenkor legalább két nagy egység közlekedik, tehát a forgalomban lévő hat szerelvényből legalább kettő M9A. Hát én most nagyon szépen megköszönöm a figyelmeteket, remélem, hogy tetszett ez a videó, ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, írjátok meg a véleményeteket, és ha szeretnétek előbb látni a videókat, akkor csatlakozzatok csatorna tagnak, és akkor legalább egy-két nappal előbb jönnek a videók, és amíg csatorna tagoknak van kinn a videó, addig reklámmentes. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok. Én Rikári voltam, a Csepeli Hévről, a H7-esről. Sziasztok! Csüssz!